Mi az oka az ödémának? Nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. A napokban olvastam egy érdekes cikket arról, hogy az ödémáknak, a vizesedésnek igazából az az oka, hogy magnézium hiány van a szervezetben, és a víz az nem megy be a sejtbe, hanem megmarad a sejtek közötti szövetekben. És gyakorlatilag ott pang, és igazából ott nincs is rá szükségünk, hanem jól lenne, ha bemenne a sejtbe. A magnézium hiány az egy nagyon népszerű téma, és nagyon sokan fogyasztanak magnéziumot, különböző féléket. Az is megint megérne egy misét, hogy abból a rengetegféle magnézium vegyületből, amit nekünk eladnak, melyek azok, amelyeket igazán érdemes megvenni. Például magnézium oxidot nem, még hogyha mit tudom én, milyen nagy multidózisban kínálják is, mert nagyon kevés szívódik fel belőle. Aztán olyat is olvastam már, hogy a magnézium vegyületeknél is van különbség abban, hogy te mire szeretnéd a magnéziumot fogyasztani, hogy mondjuk az izmokban lévő görcsök szűnjenek meg, vagy csökkenjenek, vagy valami más célra. Azt szerint kellene különböző magnézium citrát, meg glutamát, meg nem tudom miket fogyasztanod, mert az lenne akkor a jó. Na most persze én is fogyasztok magnéziumot, fogalmam sincs, hogy van-e bármi értelme, megmondom őszintén, viszont az, amit én javaslok mindig az ödémáknak a csökkentésére, az a pória nevű gomba, pória kokosz, az a latin neve, ez csak porba kapható nálunk, 7725 forint törzsvásárlói áron, és az a tapasztalatom, hogy ez egy lassan hatását lassan kifejtő gomba, tehát türelem kell hozzá, másrészt meg ugye a dózis megemelésével lehet kezdeni, hogy oké, tudom, hogy te lassan dolgozol, de akkor adok többet, és az a tapasztalat valóban, hogy ez gyönyörű szépen leviszi ezeket az ödémákat. És az meg a másik érdekesség volt ebből a cikkből, hogy igazából, hogyha az ember hajlamos arra, hogy ödémái legyenek, bedagadjon a bokája, vagy a keze, vagy kinek mi, az igazából vese probléma. És nekünk nem is azt kell kezelni, hogy a vizet kihajtani a szervezetből, hanem a vesét kell kezelni. És ez a gomba, én úgy szoktam nevezni, hogy az áramlások doktora, mert minden olyan szervet nagyon klasszul támogat, aminek köze van az áramláshoz. Például a nyirok szerveket, hiszen a nyirokkeringés is, az is egyfajta áramlás, csak annak nincs pumpája, és ezért hát ilyen különböző anyagokkal tudjuk segíteni azt, hogy a nyirok az áramoljon, és ne pangjon, hiszen fontos. Aztán ugyanilyen a vízháztartás, a vizelet kiválasztás, prostatára is jó ez a gomba. Szóval, és hát a vesére is nyilván, hiszen a vesének is köze van a vizelet kiválasztáshoz, hát ha valaminek, akkor a vesének van köze hozzá. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes összefüggés volt nekem. A lényeg az, hogy ha ödémára vagy hajlamos, akkor próbáld ki ezt a gombát, és mindig arra gondolj, hogy a vesét kell kezelni.